Tét tizenöt. Sajnos ez a bőr egyáltalán nem tágítható ki annyira, hogy ez a váltógomb átférjen rajta, még akkor sem, ha kivennénk ezt a gyors szorítót, gyors kötözőt. Tehát mindenképpen el kell távolítanunk a váltógombot. Amit egy erős mozdulattal tudunk letekerni, vagy leemelni. És egy rugót is felszabadítunk ezzel. Tehát ez be volt szappanozva és úgy volt rádugva erre a csonkra, aminek igazából csak recézett felülete van. Nem menetes, hanem csak recézett. Tehát egy kis kenőanyaggal lett rátéve ez a váltógomb, ami igazából nem tűnik olyan túlságosan kopottnak, mert ez eleve egy más felületű gyárilag. Így leemelhető. Először is kiemeljük a rugót, aminek az alsó része az egy kicsit szélesebb, a felső része szűkebb. És akkor lejön ez az egész hátramenet kapcsoló apparátus, és könnyen hozzáférünk ehhez a bőr részhez. Itt van belülről ezzel a gyors kötözővel megszorítva. Amit egy csípő eszközzel elvágunk. Húzhatjuk, de nem kell. Most viszont már kiszedhető. Így. Ebből a műanyag keretből ezt kivesszük, ezt a régi rögzítő keretet. Így. Erről a keskenyebb feléről, itt van egy szélesebb, és van egy keskenyebb oldala. A keskenyebb oldala felől próbáljuk kiemelni, mert ezen az oldalon vannak a beakasztó kampók. Tehát ez volt a régi burkolóbőr. Rendben van. Ezt a hátrameneti segédadaptert visszatesszük. Ami ide csúszik rá erre a műanyagra. Különben, ha a rugó lenyomja, ez a műanyag megakadályozza a rükvercbetételt. Rugó ellenében felhúzunk, be tudjuk ide a műanyag fölé csúsztatni, és akkor már rükvercbe tehető. Rugó lenyomja, nem megy be. Oké. Visszatesszük a rugót, így. Ebbe a keretbe belepattantjuk az új váltóvédőt. Tulajdonképpen ehhez igazából ki sem kéne szedni ezt a műanyagot, de itt legalább kitisztítottuk és megnéztük, hogy milyen mechanikával működik. Kifordítjuk ezt az egész bőrt. Így.
rögzítő kötegelő, az így látható legyen. Tehát most erre a műanyagra ezt rászorítjuk. Rászorítottuk ezt ide, ebbe a vájatba, visszatesszük ezt a segédműanyagot ide, ezt levágjuk, ezt a feleslemet. Vissza a segédműanyag, és most fordítjuk vissza a kosán. Visszapattintjuk ezt a műanyagot a helyére, így. Tehát ez itt most tökéletes lett. Így. A csavarokat visszatesszük a helyére. De kész. Letesszük a másikat. Jó. Na most. Erre vissza lehet tenni a váltógombot. Egy kicsit meg van kenve ez a recézett tengelyvég. És egyszerűen csak rá kell nyomnunk. Így ráment.